Több ezer civilt és diplomatát evakuáltak katonai repülőgépekkel Kabulból. A német Lufthansa cég gépe 130 embert szállított Frankfurtba. A holland kormány 40 embert menekített ki a területről. Hollandia mintegy 1000 a nagykövetségen dolgozó munkatársat és fordítót kíván kitelepíteni Afganisztánból. Franciaország pedig 25 francia és 184 afgán állampolgárt evakuált. Elhagyhatta Kabult továbbá a 26 kint rekett magyar állampolgár is. Ami a szerb állampolgárokat illeti, egy hölgy várja még, hogy hazahozzák. Mindeközben az új kabuli tálib vezetés megtartotta első hivatalos sajtótájékoztatóját. Zabihullah Mujahid sajtószóvivő arról beszélt, hogy senkinek sem esik bántódása, és a nőket sem különböztetik meg. Hozzátette, 20 évnyi harc után felszabadították az országot, és elüldözték a megszállókat. We have the right to act on the basis of our religious principles and rules and regulations. This is the right of the Afghans. Other countries have also different, I've got different rules, different policies, different Europeans have different approaches and policies. The US has different rules and regulations. Arab countries in the same way. Other countries in the same way. The Afghans also have the right to have their own rules and regulations and policies so that they are in the advantage and for the profit of the nation, of the people, so that they are in accordance with our values. So nobody should be worried about our norms and principles. Az új kormány alakításról tárgyalt a tálibok parancsnoka és a volt afgán elnök. A találkozóról pontos információkat egyelőre nem közöltek. A hatalom átvétellel kapcsolatban több európai ország vezetője is megszólalt. Boris Johnson brit miniszterelnök arról beszélt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy Afganisztán elkerülje a válságot. Azt is hangsúlyozta, illúzió azt hinni, hogy bármelyik NATO tag a tálibok hatalom átvétele után újra folytatni akarja akcióit Afganisztánban.